Szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy használj-e szótárat az angol középfokú nyelvvizsgám. Nos, ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és ha szeretnéd letenni az angol középfokú nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézd rá arra a tréningre, amit ezzel kapcsolatban készítettem. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, vagyis használj-e szótárt a nyelvvizsgám. Nos, el kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sok levelet és kérdést kapok a nyelvvizsgával kapcsolatban, ezeket igyekszem mind-mind megválaszolni, de van egy olyan probléma, ami nagyon sokatoknak problémát okoz, és ezt a témát szeretném a körüljárni, tehát, hogy használj-e, tehát a szótár használat a középfokú nyelvvizsgám. Most tudnod kell, hogy számos nyelvvizsga engedélyezi a nyomtatott szótár használatát. Én mégis azt szoktam javasolni a diákoknak, hogy ne, vagy csak végszükség esetén használjanak szótárat. És már is elmondom, hogy miért. Az a baj ezzel a lehetőséggel, vagyis a szótár használatnak a lehetőségével, hogy ad egy hamis biztonságérzetet a diákoknak. Nagyon leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy sok diák azt mondja, hogy nem baj, ha valamit nem értek a szövegben, ott a szótár mellettem, majd kiszótárazom, és akkor majd megértem, és tudok válaszolni a kérdésekre. El kell, hogy áruljam neked, hogy én sajnos hallottam olyan diákról, aki a nyelvvizsgán gondolkodás nélkül izomból neki ment a szövegértési feladatnak. A legelső mondat mind a négy számára ismeretlen szavát kiszótárazta, nagyjából megértette a mondatot, aztán ránézett az órájára, és elsápadt, hogy mennyi időt vesztett. A szótárazással az a legnagyobb probléma, hogy borzasztó időigényes folyamat, rengeteg értékes időt elvesz tőled a nyelvvizsgán. Gondold végig, elkezdesz lapozgatni, aztán megtalálod a keresett szót, de ennek nagyon gyakran nem a legelső, hanem a negyedik vagy az ötödik jelentésére lesz szükséged. Úgyhogy megpróbálod a különböző jelentéseket beleilleszteni az adott mondatba, mint egy rejtvényfejtő, és próbálgatod, hogy mikor ad ki valamilyen értelmes szövegrészt. Rengeteg időt veszítesz ezzel. Ehelyett én a következő lépéseket javaslom. Első számú lépés. Olvasd végig a teljes szöveget, és állapítsd meg, hogy mit akar a szerző elérni ezzel a szöveggel. Tehát például érvel valami mellett, vagy érvel valami ellen. Leírja egy szervezetnek a kialakulását, vagy valami hasonló. Ezután, ha ezzel megvagy, olvasd végig a szöveghez kapcsolódó kérdéseket, amelyekre válaszolnod kell. A szerző talán megemlít mondjuk 5 lépést egy folyamatban, vagy 4 részt egy magyarázat során, aztán beszél mondjuk ennek a problémának, vagy ennek a helyzetnek a múltjáról, jelenéről és jövőbeni megoldásáról. Általában így néznek ki ezek a szövegértési feladatok. Lehet, hogy te nem fogsz minden egyes szót megérteni ebben az adott szövegben, de a keretrendszerrel, tehát ezzel az adott cikkkel nagyjából tisztában leszel. 2. számú lépés. Nézd meg minden bekezdésnek a legelejét. Miért? Az írók és a szerzők nagyon gyakran a bekezdés elején definiálják az adott problémát, vagy magyaráznak el létfontosságú információkat. Tehát a bekezdés elején, az első vagy a második mondatban. Utána, ahogy lépésről lépésre haladnak lefelé, elkezdenek érvelni a bekezdés hátralévő részében a magyarázatuk mellett. Tehát általánosságban, ez nem minden esetben igaz, de nagy általánosságban elmondható, hogy ha a bekezdés elejét érted, akkor könnyebb lesz megértened a maradékot, tehát a középső részt és a legvégét. 3. lépés.
Gondold végig, hogy meg kell-e értened a teljes bekezdést ahhoz, hogy válaszolni tudj a kérdésekre. Ha igen, akkor nincs mese, el kell kezdeni dolgozni az adott bekezdésen, vagy az adott bekezdésnek mondjuk a legelső oldalán. Ha szükséges a válaszhoz, akkor tényleg kell a szótár használat. Ha nem, akkor nyugodtan menj tovább. Tehát nagyon fontos, és ezt szeretném külön kihangsúlyozni, hogy nem kell a teljes szöveg minden egyes mondatát megértened ahhoz, hogy válaszolni tudj a kérdésekre, és maximalizálni tudj a pontjaidat. Jó? Ez nagyon fontos. Ez a szemléletmód. És végül a negyedik lépés. Miután azonosítottad a válaszadáshoz szükséges bekezdéseket és mondatokat, akkor nézd meg, hogy van-e bennük olyan szó vagy kifejezés, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy te jó választ tudjál adni a kérdésre. Ha van ilyen szó, ami elengedhetetlenül szükséges a megértéshez, akkor ezt a szót és csak ezt a szót szótáraszd ki. Tehát még egyszer, ne kezdj el gondolkodás nélkül szótárazni, hanem kövesd azt a négy lépést, amit az előbb említettem. Nos, a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, és ha igen, akkor kérlek, hogy oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!